Közös bemelegítés, a rajtpozíció elfoglalása, visszaszámlálás, majd felharsan a rajtot jelző kürtszó. Van, aki nagy lendülettel, és van, aki komótosan vág neki a 3 kilométeres távnak. Máté Szalkán rendeztek már korábban is futóversenyeket, de ez különleges volt, mivel egy speciális triatlon verseny középső elemeként mozgatott meg, mint egy 1000 amatőr futót. Elterveztük még az év elején képviselőtársaimmal azt, hogy megszervezzük újra a Máté Szalkai triatlont, ami ugye úszásból, futásból és kerékpározásból áll. Ez a mai rendezvény, ahogy mi hívtuk magunk között, a Máté Szalkai Fit Fut, vagy ahogy kiment a szlogen, Fuss a fényvárosában című kezdeményezés. Azért volt jó, mert több százan eljöttek ebben a csodálatos időben, és ami nagyon-nagyon fontos volt számomra, hogy átadva az érmeket minden egyes résztvevőt éremmel jutalmaztunk, nagyon sokan elmondták, hogy először futottak ilyen helyen. És ez nem egy kifejezett verseny volt, ez egy örömfutás volt. És amikor megkérdeztem egy ifjú versenyzőt, hogy megcsináljuk jövőre is, akkor ő azt mondta, hogy nem jövőre, jövő héten. Hát ettől jobb válasz, eklatánsabb válasz nem kaphat egy polgármester, aki azon töri a fejét, hogy jövőre is legyen ilyen, mert hogy csinálni kell, mert Máté Szalkán ennek helye van. Bár a rendezvénynek inkább fesztivál, mint verseny jellege volt, azért akadtak jó néhányan, akik egymással és az órával is versenyt futottak. A leggyorsabbnak a Máté Szalkai születésű, Debrecenből érkező amatőr futó Virovec Viktória bizonyult. Általában heti 5-5 futok, az attól függ, hogy van a versenyem a hétvégén egyébként, hogy mikor mit futok. Hétvégente futok általában hosszabbakat, hétközben pedig pályaedzéseim vannak, illetve intervalledzéseim nagy részt. Régebben is futottam, de hogy így a Covid alatt ez így abban maradt, és úgy gondoltam, hogy valami sportot szeretnék a Covid után is csinálni, és akkoriban beneveztem egy futóversenyt, miért is, és az lett a legnagyobb motiváció, hogy elkezdjek edzeni, arra felkészülni, mert szerettem volna ott azért, hogy vállalható eredményt elérni. Engem nagyon motivál az, hogyha profi, de idézelbe profit, egy magyar bajnokságokon induló futók ellen versenyezhetek, olyan emberekkel, akik ugye a felnőtt magyar mezőnyt is uralják, mert szerintem ez egy nagyon nagy kihívás. És hogy láthatom, hogy én hol tartok hozzájuk képest. A triatlon harmadik részét, a Tour de Gat elnevezésű kerékpáros versenyt május 25-én rendezik meg a Kraszna töltésén. A 35 kilométeres viadalra előzetesen már több mint 1000 jelentkeztek.